Országszerte jelentős az érdeklődés a hétfőn indult családvédelmi akcióterv iránt. A legtöbben a babaváró támogatásról kérdeznek, amelyet azok a gyermekvállalás előtt álló házaspárok igényelhetnek, ahol a feleség még nem töltötte be a 41. évét. Sokan ezt otthonteremtésre szeretnék fordítani, és jellemzően a 20-as éveik végén, 30-as éveik elején járó párok igénylik. Az Emberi Erőforrások Minisztériumának család- és ifjúságügyért felelős államtitkára szerdai nyilatkozatában elmondta, már a 10-hez közelít azoknak a házaspároknak a száma, akik megkapták a támogatást. A nagycsaládosok autóvásárlási támogatását két nap alatt 878-an igényelték, míg a kibővített jelzáloghitel elengedést eddig 64-en kérelmezték. A csokhoz kapcsolódó kölcsönt július 1-től már használt ingatlanokhoz is igénybe lehet venni, 10 illetve 15 millió forintos értékben, attól függően, hogy két vagy három gyermek vállalásáról vagy neveléséről van szó, és július 1-től növekszik az összege a jelzáloghitel elengedésnek is, és már a két gyermekesekre is kiterjesztjük. Tehát a második gyermek érkezésekor 1 millió, a harmadik gyermek érkezésekor 4 millió forintot, minden további gyermeknél 1-1 millió forintot írunk jóvá a fennálló ingatlan fedezetű jelzáloghitelekből. Az ügyintézés illetékmentes, a kormányablakokban pedig külön tájékoztatókat helyeznek ki az új támogatási formákról. A 18-18-as kormányzati ügyfélvonal ingyenesen hívható, erre hétfő óta már 3000 hívás futott be. Július 1-jével indult a falusi csok is, amely mintegy 2500 kis településen és a tanyákon igényelhető. A falusi csok keretében használt lakás vásárlásához, annak egyidejű korszerűsítéséhez vagy bővítéséhez akár 10 millió forint visszanemtérítendő támogatás jár, azonban, hogyha a családnak már megvan a saját otthona, de gyermek érkezik a családba és bővíteni szükséges az otthont, vagy a ház felújításra szorul, akkor akár 5 millió forint visszanemtérítendő támogatást is igényelhetnek. A miniszterelnökség adatai szerint a kormányablakokban már több mint 5000 alkalommal nyomták meg a családvédelmi akcióhoz kapcsolódó sorszámhúzó gombot az elmúlt napokban. Országszerte 302 kormányablak és 11 mobilhivatal működik, a szükséges igazolások bármelyikben igényelhetők.